másik faluban játszottam, körtáncba állottam. Láttam csodát háromat, csodás csodát háromat, három szép szemszamócát, az első szemszamóca, ó, Juska, Piroska, második szemszamóca, Másenka, Piroska, harmadik szemszamóca, Irina, Piroska. Katonatiszt volt nálunk, és lármáztak, zsibongtak. Ma másfél ember van itt, és csend van akár a sivatagban. De Anyuska, miért hallgatsz? Hát, csak úgy elgondolkoztam. Minek beszéljen? Igaz. No, kössünk békét, így konyakot. Miért kössünk békét, hiszen mi tulajdonképpen nem is vesztünk össze? Magával mindig az az érzésem, mintha összezörrentünk volna. Mert harmadszor párbajozik. Kicsoda? Szoloni. És a báró? Mit a báró? Csak azt akartam mondani, hogy ezt nem lenne szabad megengedni, hiszen a bárót megsebesítheti. Szóval holnap meg ne lássam itt ezt a vén tolvajt, ezt a vén boszorkányt. Meg ne lássam itt ezt a vén csoroszját! Látod, Olga? Ha nem költözöl el, örökké veszekedni fognak. Miért van az, hogy amit kezdtünk el élni, már is unalmasak, szürkék, érdektelenek, lusták, haszontalanok, közömbösek és... szerencsés.